No, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy újabb videóban, és természetesen beszélünk mindjárt a videó címében fellelhető témáról, sőt tulajdonképpen 70%-ban azért arról fog szólni a videó, de vegyünk át egy csomagot. Hát ugye ennek a videónak, illetve összességében a csatorna egyik főszponzora a Hailu, velük már dolgoztam együtt, és fogok is, ugyanis a fejhallgatót, amit küldtek, ami egy zajszűrős fejhallgató, azt a mai napig használom, brutálisan jó minőségű, közben átvettük egyébként a csomagot, brutálisan jó minőségű, néha felszoktam csak úgy venni, hogy nem is szól benne semmi, de teljesen kizárja a világot. A vasúton egy igazi jó társ, akár egy mozdonyvezetőnek is, aki mondjuk csörgőt vagy hasonlót vezet, mert ugye ezek zajos gépek. Viszont most a legújabb terméküket küldték el, ami konkrétan szeptember 18-án jelenik meg a nagyvilág számára. Ez pedig a Hailu, mondjuk a számát, vagy így a nevét konkrétan, ez a BC04 lesz, ami egyébként szintén egy, hát nem szintén, mert az egy fejhallgató, ez pedig egy fülhallgató, úgyhogy ezt mindjárt kicsomagoljuk, megnézzük, és hát elindult az első nap a vágányzárba, szintén 18-án, úgyhogy ez egy nagy nap, vágányzár is van, és megjelent a Hailu új fülese, szóval a lényeg az, hogy hát direkt néztem, mert ugye érdekelt, és ugye nekem volt egy ilyen mondásom, hogy én biztos, hogy nem megyek a vágányzárba az egyes vasútvonalra. Hát ezt még most is tartom, pláne a mai látottak alapján, na inkább így mondom. Ugye az Emigen meg a vonadroidon kísértem itt a nap folyamán a vonatokat, majd a délután is rá fogok nézni, kíváncsi leszek. De hát ilyen 40-30-50 perces késések vannak a nemzetközi vonatoknál. Ugye ez az, amit egyébként úgy érzem, hogy nem sikerült megérteni a döntéshozóknak, hogy nem lehet egy nemzetközi fővonalat 29 kilométeren keresztül egy vágányúra lezárni, pláne nem lehet teljesen lezárni, de most ugye jelenleg egy vágányozás van. Én, mielőtt mondanátok, hogy hát akkor mondd meg, hogy mi lett volna a jobb megoldás, én állomás közegben gondolkoztam volna, megmondom őszintén, és szerintem úgy sokkal több vonatot és sokkal szellősebben tudták volna megoldani a személyszállítást, nem csak a nemzetközit, akkor akár több személy vonat is befért volna. Ugye most vannak ezek az X10-es vonatok, amik Tatabányától csak Bicskén, illetve Budaörsön állnak meg, úgyhogy próbálkoztak azért valamiféle, hogy mondjam, utasoknak valami mentesítő járatot is létrehozni. Ez az X10 elnevezés elég érdekes, nem tudom az X az milyen ötlet kapcsán jött létre. Megmondom az őszintét, a Ricsi kedvenc szavajárása tőlem, hogy biztos, hogy nem fogom betartani azt, hogy nem megyek a vágányzárba. Egyrészt ezt az X10-est ki akarom próbálni, másrészt pedig bizonyos dolgok miatt kell menjek Ausztriába, és hát sajnos pedig azt néztem, hogy esküszöm elmehetünk volna Szent Gotthard fele is, és akkor ott átmegyek Ausztriába, de ugye sajnos azok a vonatok is fent közlekednek az egyesen, tehát nincsen kerülési lehetőség. Érdekes, hogy Ausztria az egyetlen, várjatok, mert most azért ezt átgondolom, mielőtt valami hülyeséget mondok, épp összmeséget. Nem az egyetlen, mert ugye, jöde! A horvátokhoz is több opciónk van, románokhoz is, szerbekhez is, szlovákokhoz is. Ukrajnába csak egy opciónk van átmenni a határon, vasúton. Ugye Ausztriában ugyan kettő, de mind a kettő az egyes vasútvonalon közlekedik. No, közben egyébként nyissuk ki ezt a történetet. Szerintem itt keresek magunknak egy kellemes kis padot, mert még jó idő van, ne zárkózzunk be a lakásba addig. Illetve a mai videóban folytatjuk a burger kihívást is, és még a témával is akarok foglalkozni, de majd egy kicsit nyugalomba, és amikor már megvan a kaja. Mert nagyon sokan ajánlottátok a Belfritnek a hamburgerét, ami egy belga franchise, úgyhogy el fogunk szaladni a kökibe, és elvitelre kérek tőlük valami jó kis hamburgert. Igazából mind azok, akik személyvonaton utaztak, meg utaznak, kivéve ugye ez a kis mentesítő X10-es járat, ami ugye Bicskén meg Budaörsön ad egyfajta megkönnyebbülést. Ugye Budaörstől tovább nem közlekedik, ahogy néztem a menetrendjét, hiszen Budaörsig meg kijárnak rendesen az S10-es vonatok, és onnan ugye indulnak a pótlóbuszok, akiknek valami köztes helyre, illetve amikor nincs X10-es, akkor kell menniük
valamerre, de hát azért a soproni meg a szombathelyi Intercity-vel utazók is jó megszívták, szóval néztem, hogy Tatabányára beérkezik, ugye indul utána a pótlóbusz, és hát 1 óra 5 perc, vagy, tehát hogy több mint 1 órát mond Kelenföldre, és ugye akkor még mindig nem vagy a keletibe, tehát akinek a belvárosban van dolga, az még utána mindig átmetróz, átmetrózik a keletibe, szóval hogy eléggé sok a vesztesége időben. Ugye, ha belegondoltok, akkor Tatabánya Kelenföld távolsága vasúton, vagy hogy is szokott lenni? Hát 1/2 óra, igen, 55-kor indul mindig a jet, onnan tudom, és 25-re szokta kiírni Tatabányát, tehát tulajdonképpen több mint a duplája most a menetidő csak Kelenföldig, és akkor még nem voltunk a keletibe. No, nézzük meg a fülhallgatót, csomagoljuk ki, és kóstoljuk meg a burgert, mert hogy már itt van. Bizony. Én nagyon élvezem ezt a burgerkóstolást, írtátok, hogy ez ilyen elcsépelt, meg sokan csinálják, és én is szeretném. Nagy dolog. Nem azt mondtam, hogy feltaláltam a Szent Grált. No, és akkor mielőtt megkóstoljuk a burgert, nézzük meg a terméket, ami így fog kinézni, Pure Light. Bizony. Remélem, ilyen zöld színbe kaptam, mert olyanba szeretném. És ugye egyébként, amit mondtam nektek, itt van a fejhallgatója a Halo-nak, amit minden nap használok, és brutálisan bejött az, hogy tulajdonképpen nem kell napi szinten töltenem, mint egy-két ilyen vezeték nélküli fejhallgatót, hanem tényleg ilyen 3-4 naponta szoktam, szóval teljesen jó. Ó, milyen exkluzivitásba kapjuk ezt a történetet, gyerekek. Nagyon jól néz ki. Most nem azért, mert ingyen kaptam, de tényleg jól néz ki. Na, vegyük ki a cuccot. Aha, én ezt nem tudtam elképzelni, hogy ez hogyan lesz. És ott miért nem jön ki? Úgy eltépjük, vagy ilyesmi. Aha, csak egy kicsit erőszakosabbnak kellett lenni a kelleténél. Te jó Isten! Ott vannak a gombok. No, töltődött a cucc 1 órán át. Úgyhogy most már jónak kell lenni a kicsikének. És még mindig számomra még mindig nagyon furcsa ez a kialakítás, az az igazság. Nem furcsa. Nem furcsa, de meg az meglepő viszont, hogyha az ember így hogy is mondják ezt, így ráérez, vagy nem tudom, akkor így egy idő után már ezt biztos vagyok benne, hogy tök könnyen fel fogom tudni venni. De érdekes, hogy miért emellett döntött a Halo. És akkor benyomok egy zenét. Csak hogy tényleg megy, csak így mutatom nektek. Az mondjuk kimondottan tetszik, hogy jó a hang egyébként. Az mondjuk kimondottan tetszik, hogy... Aha, jó, közepesen van a hang. Kicsit hangosítsuk fel. Aha, azért, hogyha most itt én maxra feltolnám, amit egyébként nem szeretek, mert akkor az fáj a fülemnek, akkor ez kihallatszódna. Ellenben, hogyha a fejhallgatójukat használom, akkor viszont, úristen, még mindig megdöbbenek azon egyébként, hogy mennyire kizárja a külvilágot ez a cucc. Szóval én még mindig ezt venném, tehát én a fejhallgató mellett szavazok. Ez a fülhallgató nem rossz, kicsit szokatlan ez a kialakítás, de ezzel a szokatlansággal viszont egy olyan extra dizájnt is kapott ez a történet, hogy tudom ajánlani, pláne azoknak, akik nem szeretik a fejhallgatós megoldást, vannak ilyenek, tudom. Régebben én sem szerettem egyébként, őszinte legyek, a Halo-val szerettem meg, tehát nekem 1000 éve nem volt fejhallgatóm, viszont amióta van, és amióta ezt a cuccot használom, hát most ugye már nem kéne promóznom a fejhallgatót, mielőtt bárki azt gondolja, hogy ez most itt a promó része. Most jelenleg ugye itt tulajdonképpen promózni egyiket sem kell, a véleményemet kell róla elmondani. Én azt tudom mondani, hogy mind a két termék jó, mind a két termék más embereknek való, fejhallgatósoknak, fülhallgatósoknak, ha ezt nevezhetjük fülhallgatónak. Én, ha a kettő közül választani kell, és amit napi szinten fogok használni, az egyértelműen a fejhallgató,
A füles az egy ilyen tartalékeszközt fog az én kis garnitúrámba, tehát ezt a szerepet fogja vállalni. No, én azt mondom, hogy kóstoljuk meg a burgert is. No, és akkor kóstoljuk meg a burgert, még meleg. Jó, hát nincs is túl messze tőlem a kröki. Ó, de aranyos. Van rajta egy ilyen várunk vissza matrica, és ugye itt lenne beX-elve, hogy melyik burger ez, de ugye ez nem egy normál burger, mert úgy értem, hogy ez egy új, valami görög, Meta Laos, vagy Mena Laos. Azt hiszem ez a neve, mindjárt beírjuk itt a gépbe. Mena Laos Bell Frit. Szerintem ez volt a neve. Menelaos. Menelaos burger, ez egy görög burger. Egyébként úgy lenne a teljes, hogyha a tetejére rátűzték volna a három darab kis oliva bogyót, de ezt külön kaptam meg, mert ugye elvitelnél nem tudja így rátűzni és be is csomagolni. Ugye a Belfritről azt kell tudni, hogy ez egy belga franchise. Rengeteg üzletük van a városban, azt hiszem ilyen, ugye a kökibe, a köztérben ugye van étkező rész, tehát meg tudtam volna ott is enni. Viszont olyan boltjukról egyet tudok, amikor így saját maguknak van egy ilyen belső része, az a Dunaplázában van, ha jól emlékszem. És 2003 óta vannak, a Pólusban volt az első éttermük. Nem egy olcsó étterem, ez a burger 3000 forint. De nézzük meg, hogy mit tud. Ugye azért görög, mert van benne caciki, meg talán a grill sajtot tudnám még annak mondani, ami olyan görögös. A cheddart nem, mert minden jó burger alapja egy cheddar sajt. Vegyük ki, és nézzük meg, hogy hogyan is fest a burgerünk. Így ránézésre sokat várok, igen. No, így néz ki a burger. Szerintem brutálisan jól néz ki, így ránézésre. Aha, és akkor ott van a tetején a grill sajtunk, és még füstölög. Ohoho, ez jó lesz, ez tuti jó lesz. Na, nézzük, nézzünk rá, hogy milyen ez a cucc. Nagyon tartalmas, nagyon jó, van benne szalvéta? Na, ez mondjuk egy mínusz pont, hogy nem kaptunk. Nagyon tartalmas, nagyon frissek benne a zöldségek. Ez annyira érezhető. Nagyon jó a hús, de ahogy kezdtem, a nagyon tartalmas az egyben jó és egyben rossz. Tehát bitang tartalmas, pedig csak kettőt haraptam még bele. Ugye itt most nem tudunk élményt kapni a Belfritbe, úgy olyan szempontból, hogy az étterem, hát ott van a kökibe, aztán kérsz, érted? Tehát nem egy Five Guys, ahol ugye kapsz mellé egy ilyen amerikai életérzést is, bár ugye ez egy belga cég, még egyszer mondom. Ha el kéne helyeznem ezt a burgert az eddigi kóstolásaink listáján, akkor még mindig a Five Guys volt a legjobb a 9-essel. Azt hiszem 7 és felest adtam a Simon's burgerre, de mindenképpen a kettő között van. Tehát ez sokkal jobb burger, mint a Simon's burgeré. Sokkal jobb. És ha árérték arányt nézünk, ott olyan 2500 valamennyi volt a sima hamburger. Ez pedig azért meg van pakolva, itt még azért grill sajtal, tzatziki szósszal, szóval, hogy azért ez valamivel több. A buci is jobb, szerintem, de nem jobb, mint a Five Guys-é. Ez egy 8-as, én azt mondom nektek, úgyhogy egyelőre Five Guys, Belfrit és Simon's Burger. Legyetek jók, akkor ezzel tulajdonképpen ezt a három témát felölelve, vágányzári témát, illetve a Halo-nak a termékét bemutatva, az új termékét, aminek természetesen továbbra is link lent a leírásba. Még a hamburger kóstolásba is haladtunk, úgyhogy jelenleg a Belfrit nálunk, vagy nálam a második, de írjatok továbbra is ötleteket, hova menjek el hamburgert kóstolni, mert rengeteget írtok, én most ezt beszabbantom, sziasztok!